A rendőrség videójából az derül ki, hogy nagy erőkkel készül ez a fiatal arra, hogy szerződéses határvadász legyen belőle. A jelentkezés feltételei közé tartozik ugyanis a jó fizikai, egészségügyi és pszichikai állapot. Aki ezeken megfelel, 160 órás tanfolyamon vesz részt. Ez idő alatt bruttó 300 ezer forintos fizetést kap, a munkába járástól számítva pedig megemelkedik ez az összeg bruttó 400 ezer forintra. A határvadászok nem lesznek a hivatásos Állomány tagjai. Ennek ellenére a szerződéses egyenruhások is ugyanolyan juttatásokat kapnak majd, mint ők. Ez egy szerződéses szolgálati jogviszony. Ennek ellenére nagyon sok olyan juttatás megilleti a szerződéses kollégáinkat, mint a hivatásosokat. Mire gondolok itt a nevezetesen a 200 ezer forintos évi kafetéria juttatása, valamint azokra a szociális lehetőségekre, amelyek a hivatásos állománynak is járnak. A határvadászok az illegális migráció visszaszorításában vesznek részt, a szerződéses határvadászok a készenléti rendőrség határvadász ezredébe tartoznak majd. A munkaszerződés kötést követően pedig megkezdődik a, a négy hetes határvadász képzés amely egyébként 160 órás és moduláris képzésben zajlik, és a, a tanfolyam végét záró vizsga követi, és sikeres vizsga esetén kerülhetnek ki élesbe a határ, határvadászi feladatkörbe. Jelentkezni e-mailen, postai úton és személyesen is lehet bármelyik rendőrkapitányságon. A jelentkezés részletei és a dokumentáció a rendőrség közösségi oldalain és honlapján találhatók meg. A szerződés három évre szól, ami további három évvel meghosszabbítható.